Jó napot, sziasztok, kellemes időtöltést, látjátok, koncertről vagyunk itt a bemutatóban, de hát ne rólunk van szó, hanem a Mazdáról, amiben beleültünk. Ezt szeretnénk nektek megmutatni. Közelebbről egy 3-as Mazda, ami 1.6-os benzines motoros, és összességében 123 ezeret futott. 2005-ös évjárató autó, már is indítjuk, látjátok, van egy csomó lámpicska, ami felgyullad benne, menes stabilizátor, kipörgésgátló, ABS, légzsák, töltés, olajnyomás, minden, el is aludt, motorcsek is, ugye nem vagyok bekötve, nyitva az ajtó, és be van húzva a kézifékünk, ezt látjátok. Bőrbe van, ott a kormányunk van, kormányról vezérelhető zenénk, állítható kormánymagasságunk, és ülésmagasságunk is van, ha már magasságoknál tartunk. 4 darab elektromos ablak és elektromos tükör kapott helyet itt a baloldali ajtónál. Ezen kívül bordkomputer, rádió és digitális automata klíma a gyári CD-vel, itt a klíma kapcsolóink és a vezérlőink. 5-ös manuális váltót találtok hozzá, pohártartót. Ezen kívül szép ülések vannak benne, és elől oldalt és függöny légzsák is van végig a járműben. Tehát az elsőt láttuk, itt van a felső, és ott végig látható ugye a jelzés a műanyagokban, innen hátulról jobban fogjuk látni. Aztán nézzük az ülését, nagyon szép körülményen piros, ilyen kis pöttyös verzió. Itt az oldal légzsák, függöny légzsák. Könyöktámasz hátul és gyári sötétítés, kicsit hátul jobban le van sötétítve. Az autónknak ugye friss műszakia van, és vadonatúj fékek és fékbetétek vannak mind elől és mind hátul. Nagyon mutatós ez a gyári Mazda felni, nincs lepatkázva sehol. Van egy jó kis dögös rémusz kipufogom hátul. Igen, kellemesen duruzsol. Tolató szenzorokat láttok a hátsó lökhárítóban, ugye tolatásnál majd pittyek, hogyha valami mögöttetek van. 40-60%-ban dönthetőek az ülések. Nincsen lelakva, látszik, hogy nem ilyen nagy csomagszállításokra használták, és benne vannak a kötelező tartozékok a hátuljában. Ezen kívül becsukom, és nézzétek meg az egészet így szépen egybe, amúgy mutatós a karosszériája, nincs rajta semmilyen komolyabb sérülés, nincs rajta ilyen nyomás, húzás. Nézzük az első féktárcsa fékbetétet, ugye tökéletes állapotú, hát új ugye, milyen legyen. Kötfényszóró elől, és teljesen tökéletes, mind a lámpa ügyileg, mind pedig szélvédő ügyileg az autó. A motorja ugye az 1.6-105 lóerő. Megfelelő mennyiségek, minőségekkel feltöltött tartályok. És ugye találtam egy 2016-os 92.000-es olajcsere címkét még valamikor belerakta a szaki a gazdájának. Teljesen tökéletesen üzemel, bátran induljatok el az M3 autóparkba, itt fogjátok megtalálni ezt a járművet, és most elmegyünk egy próbakörre, azt a videót is ugye nem sokára látni fogjátok, tartsatok velünk, nézegessétek meg azt is, YouTube csatornánkra iratkozzatok fel, és nyomjatok a végére egy ilyen jelet, amit nagyon köszönünk nektek, még egyszer, és aztán legyen továbbra is szép napotok, a viszontlátásra.